magánjellegű beszélgetéseket és zárt üléseket is rögzíthettek a közgyűlési teremben elhelyezett kamerák és térmikrofonok, állítja a Velünk a Város frakció képviselője. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a múlt héten derült ki, hogy a Városháza helyiségében a közvetítő rendszertől független eszközök működtek. Egy vizsgálat során kiderült, hogy azokat az előző fideszes városvezetés idején szerelték fel. A jelenlegi városvezető koalíció ezért válaszokat vár arra, hogy az eszközökre miért volt szükség és készítettek-e velük felvételeket. Hosszú kábelen lelógó mikrofonok a miskolci közgyűlési teremben. Ezek az eszközök sem tartoztak a közvetítés alapfelszereléséhez. A géphez egyáltalán sem nem kér ilyen szó. A múlt héten egy bejáráson derült ki, hogy a teremben a központi közvetítő rendszertől függetlenül olyan eszközök vannak, amelyek akár a zárt üléseken elhangzottakat, valamint magánbeszélgetéseket is rögzíthettek. A városvezetés a két térmikrofon és egy kamera azonnali leszerelése mellett döntött. Az én megfogalmazásomban az a miskolci Watergate botrány. A Velünk a Város frakció képviselője szerint az eszközök azért is aggályosak, mert nem lehet tudni, hogy a felvételek milyen célból készültek és hova kerültek. Egy vizsgálat során kiderült, hogy 2016. augusztusában Kriza Ákos akkori polgármester kérésére a Lakszai Zoltán akkori kabinetvezető engedélyével több mint 3,7 millió forintért vásárolták meg az eszközöket, erről viszont nem tájékoztatták az új városvezetést. Számunkra ez a hallgatás egyébként nagyon érdekes, hiszen azt látjuk, és a szakértők ezt erősítették meg, hogy mind a kettő térmikrofon, illetve a külön bekötött kamera is valahova máshova továbbította ezeket a jeleket. Én nagyon boldog és nyugodt lennék akkor, hogyha egy megnyugtató választ tudná az előző városvezetés arra adni, hogy miért tették meg ezt a nehezen érthető telepítést. Az ügyet Miskolc város jegyzője jelentette az adatvédelmi biztosnak, a Velünk a Város frakció pedig az előző városvezetés magyarázatára vár, hogy miért volt szükség az eszközök beszerelésére. Az ügyben kerestük a Fideszt és a KDNP-t, de adásunkig nem kaptunk választ.